Február elején 100 halombattán rendezték meg a 10 méteres országos bajnokságot, amely jól indult a hazai lövők számára. Ugyanis a junior légpisztolyos fiúknál Jó Attila lett az első. Az alapverseny magamhoz képest az elvárásaim alatt teljesítettem, de a mezőnyhöz képest egész jó volt. A második helyet értem el vele 560 körös eredménnyel. És igazából nem számítottam sokra, mert a döntő új esély, új remények. A 100 halombattai reménység azok közé tartozik, akik nem zárják ki teljesen a külvilágot a lövéseik között. Én nekem szokásom figyelni a többieket, ezzel nyugtatom magam, vagy éppen felpörgetem magamat, éppen ami kell, de figyeltem, és voltak szoros részek, de a végére azért elhúztam egy kicsit, és így nyugodtabban tudtam lőni. Nagyon sokan gratuláltak, csapatból is, más kluboktól is, mindenki sokan gratuláltak. A helyi klub sportolói nem ebben a csarnokban edzenek, így a hazai pálya előnye ez esetben kimerült az időnyereségben. Annyiból mondható hazai pályának, hogy nekünk rövidebb az út idáig, kevesebb időt vesz igénybe az ideutazás. A hazai szövetség főtitkárát 100 halombattaiként külön örömmel töltötte el a hazai aranyérem. Most már 8. alkalommal rendezzük itt 100 halombattán az országos bajnokságot 10 méteren. Nyilván nagy az öröm a 100 halombattai sportlövőklubban. Általában ez egy komoly dolog a város sportéletében is, mert egy nagyon sportszerető városról van szó, a nemzet sportvárosa, és hát minden bajnoki címnek mindenki nagyon örül természetesen. Az országos bajnokság helyszíne tehát ugyanaz volt, mint tavaly, ám a különböző dekorációknak köszönhetően nem ugyanolyan. Hogy legalább olyan fontos az egész versenynek a megjelenése, mint önmagában a sportolóknak a szuper vagy a nagyszerű teljesítménye. Mert az egészet szimbiózisba kell gondolnunk és megélnünk és megéreznünk, és ennek köszönhető, hogy ennyi ilyen sok versenyzővel ilyen nagyon szép körülményeket kell tudni teremteni. Én örülök neki, hogy ez évről évre változik, és bármerre megyünk az országba, ott is ilyen hasonló változásokat tapasztalok, mert a versenyzőket, illetve az edzőiket, a kísérőiket, a szurkolóikat mindig ki kell tudni szolgálni a lehető legmagasabb színvonalon, ahhoz pedig hozzájár az elegáns környezet is. A junior lányok között Fábián Sára Ráhel kezelte a legügyesebben a légpisztolyt. Nem volt zökkenőmentes, az elején volt egy jobb sorozatom, utána elfáradtam és szétment a koncentrációm, és nem úgy fejeztem be, ahogy szerettem volna. Fejben szoktam összerakni ilyenkor, minél jobban a koncentrációmat is erre fókuszálni, és hát erre figyelni teljes mértékben. A kásis lövőt nem lepte meg az egyéni aranyérme. Az viszont csalódással tölthette el, hogy a csapatversenyben megelőzte őket az UTE első számú csapata. Várható volt a dobogó azért, és több dobogó is várható volt szerintem, és hát a csapat az pedig papírformát igazából nem hozta, mert általában az aranyérmet visszük haza. A junior légpuskások versenyét mindkét nemben újpesti lövő nyerte meg. A fiúknál Hammer Soma közel sem 100%-os állapotban utasította maga mögé a mezőnyt. Benne az ifjúsági olimpiai bajnok Pekler Zalánt. Elég küszködős volt az alapversenyem, úgy jöttem ide, hogy még nem vagyok teljesen egészséges. A hét elején sikerült lebetegednem, láz, stb. És még ebből nem épültem fel, elég gyenge vagyok. Mikor ide jöttem, igazából úgy jöttem ide, hogy egy jó alapverseny, amivel be tudok kerülni a döntőbe, aztán lesz, ami lesz. Alapverseny sikerült úgy, ahogy, amilyenre. Nem egy rossz eredmény, nem is a legjobb eredményem. És utána hát a döntő az pedig nagyon jól sikerült. Meglepetésként is ért ez a győzelem, és nagyon nagy örömmel tölte, és remélem hasonlóképpen tudok szerepelni az Európa bajnokságon is. Hammer László fia végig tisztában volt az eredmények alakulásával. Nem kéne, de figyelem folyton. Mindig kinézek, és látom, és figyelem. A puskás lányoknál az olimpiai kvótás Mészáros Eszter rendületlenül haladt az aranyérem felé, ám az végül Dénes Eszter nyakába került. Az alapverseny nekem magamhoz képest közepesen sikerült, viszont megnyertem az alapversenyt, ez arra engedett következtetni, hogy a többieknek is meggyűlik a baja a körülményekkel, vagy a versenyviszonyokkal, és számítottam rá, hogy a döntőben is
hasonlóképpen szerepelhetek. A győzelemben tényleg csak a legvégén lehetett biztos. Ez a legeslegutolsó lövésig nem dölt el. Én nem is vezettem egyáltalán a verseny során, végig Mészáros Eszterre az ezüstérmes vezetett, és tényleg a legutolsó lövésen és pár tizeden múlt a döntő. Ez ebben a sportban nem számít különlegességnek. Viszonylag sűrűn előfordul szerintem, ez ugye az adott döntőtől és a versenyzőtől függ, azonban bármikor bele lehet kalkulálni, hogy egyetlen egy tizeden múlik az egész. Úgy tűnt, hogy a junior légpuskások vegyes csapatversenyét Klenzner Márton és Mészáros Eszter könnyedén nyeri meg. Ám végül meg kellett izadniuk a Pekler Zalán Bajos Gitta dúó elleni döntőben. Amikor ugye megszereztük a 10 pontos előnyt, akkor már gondoltam rá, hogy hát ez mindjárt vége van. Aztán elkezdtünk veszíteni sorozatban pontokat, és akkor már egy kicsit izgultam, meg kell válja. A győztes páros lány tagja inkább az érzéseire hagyatkozott a finálé során. Annyira nem láttam igazából a táblát, hanem csak így nagyjából tudtam nézni, hogy hát talán jobb lesz így az átlagunk, de nem tudtam, hogy az miért lőnek, és így annyira nem izgultam rá, hogy most miért, vagy mennyit kéne lőni. A díjak egy része valószínűleg közszemlére lesz kitéve a Gödöllői klubnál. Oklevelet és érmet kaptunk, az érmet hazavisszük szerintem egyesével. Hát az oklevelet még nem töltöttük el, szerintem kirakjuk a klublőterén. A junior légpisztolyos mix csapatverseny fináléját két KSI-s egység vívta. Fábián Sára Ráhel és Hajdú László szerezte meg az aranyat Tamási Péter és Borbola Borka előtt. Nem csak az üzletben, hanem a lőállásban sincs barátság, még ha csapattársak ellen lő is az ember. Ez nem számít, hiszen amikor beállunk a lőállásba, csak azzal törődünk, hogy mit csinálunk mi, és azon kívül lehet barátkozni, de ott mindenki magáért lő. A Hajdú Fábián páros elmondhatja magáról, hogy még veretlen. Nem feltétlenül kell szerintem összeszokottnak lenni a két lövésznek, de mi szerintem ez volt az első közös mix versenyünk. Ebben a versenyszámban nem a körök értékei adódnak össze a legvégén, hanem 16 pontot kell elérni. Az egyes legek után 2 pont jár annak a párosnak, amelyik a nagyobbat lőtte. Annyi az előnye, hogyha van egy rosszabb lövés, az ugye nem marad meg a következőekben, viszont ugyanígy van a jókkal is, az sem számít bele, úgyhogy ez még jobban arra segít koncentrálni, hogy egyesével nézzük a lövéseket, és ne törődjünk az előzőekkel. A felnőtt pisztolyosok mix versenyét Tátrai Miklós és Siker Renáta nyerte meg. Ezzel mindketten 3 arannyal zártak, hiszen egyéniben és csapatban is az élen végeztek. A terv az volt, hogy 3 éremmel menjek haza, azt nem határoztam meg, hogy 3 aranyérem, úgyhogy most nagy a boldogság. Tátrai Miklós a triplázás ellenére kevésbé volt elégedett. A mix döntő az már egész jó volt, de ha a napi teljesítményemet kéne értékelni, nem vagyok elégedett, hiába az 3 első hely. Az aranyhalmozóknak este nem volt szükségük altatóra. Nagyon hosszú volt ez a nap, én kora délután kezdtem el a saját olimpiai versenyszámomat, utána a döntő, utána mix válogató, majd a mix döntő, és most este 8 óra elmúlt, és boldogszóan fáj már a kezem, de kárpótol a 3 arany. És hogy milyen módszerrel lehet kibírni egy ilyen fárasztó napot? Fog összeszorít, aztán csináljuk, amíg ki nem borulunk a lőállásból. Az utánpótlásunk szempontjából örömteli tény, hogy a felnőtt légpuskás számokban 2 junior korú versenyző szerezte meg a bajnoki címet. A férfiaknál Klenzner Márton úgy előzte meg többek között Péni Istvánt és Sidi Pétert, hogy olyan sorozata is volt, amikor egymás után 3-szor lőtt 10,9-et. Eddig edzésen nem emlékszem pontosan, de szerintem csak egyszer sikerült, versenyen most volt először. A hölgyeknél diadalmaskodó Gáspár Lalita újabb jelét adta annak, hogy kezd visszatalálni korábbi önmagához. Főleg fejben kellett összeraknom újra magamat, már eléggé hullámvölgyben voltam az utóbbi egy évben. Sorra fokozatosan javultak a versenyeim. 3 nappal ezelőtt a döntő sem sikerült teljesen jól. 4. lettem. Ott is volt egy időszak, amikor vezettem, viszont belelőttem egy nagyon rossz lövést, és utána így elszállt a fejem, és sajnos kiestem. A 4 napos verseny utolsó döntőjét a legjobb légpuskás vegyes csapatok hívták, és a Sidi házaspár jött ki belőle győztesen. I feel very tired. Nagyon fáradt vagyok. Egész nap lőttünk, és ezt nem könnyű úgy csinálni, hogy folyamatosan a legjobb eredményre törekszünk.
Egy ilyen verseny nem csak a sportolókat teszi próbára, hanem a szervezőknek is komoly feladatot ad. Egy-kettő nappal korábban, hát 20-30-an, 40-en dolgoznak azon, hogy építsék a pályát. Ez ugyanúgy igaz lesz a végén a bontással is, ami majd valamikor éjszaka hajnalba fog befejeződni, és még utána is sokan dolgoznak rajta. Csak más nem mondjak, ezt a több mint 100 millió forint értékű gépparkot már a jövő héten karba is kell tartani. A befejező fázis úgy zárul le, hogy a karbantartás befejeződik, és a teljes géppark készen áll egy újabb versenyre.